Szabadkáról érkezett a zentai sportcsarnokhoz a Guinness rekordra készülő gyengénlátó maratonfutó, akihez útközben többen is csatlakoztak. Akkor úgy gondoltam, hogy mivel jó célt szolgál az egész dolog, amit ő csinál, meg amit képvisel, és jó magam is sportolok, meg edzéseket tartok, akkor mondom, csatlakozom, és akkor én is ezt a kicsit lekocogom vele. Gorán Nikolic szeptember 3-án indult el Kragujevácról, hogy 55 egymást követő napon teljesítse a maratoni távot, azaz összesen mintegy 2400 kilométert. Cíl mog maratona je promovisanje sportskog potencijala osoba sa invaliditetom i promovisanje centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom Iskra, koji je uz pomoć grada Kragujevca, koji je opredelio zemljište, sagradio Delta Holding kao svoju drugu zadužbinu. A sportoló az akciójával szeretné felhívni a fogyatékkal élő fiatalok figyelmét arra, hogy minél nagyobb számban kapcsolódjanak be a központ munkájába, ugyanis az igen sokféle lehetőséget kínál számukra, mint a sport, mind a rehabilitáció terén. A támogatók figyelmét pedig arra, hogy járuljanak hozzá a létesítmény fenntartásához és fejlesztéséhez. Az akciót Szerbia és Montenegró összes Rotary klubja felkarolta. Most van a handicappel élő emberek a olimpiája ebben a pillanatban. Ő ebből az alkalomból azokra az emberekre gondolt, akik Szerbiában élnek ugyanilyen problémával. Ő maga is az tulajdonképpen. Ennek az egyesületnek a finanszírozására gyűjt, illetve azok a fiatalok számára, akik vakon vagy rosszul látóan születnek. Gorán Nikolic Zentáról Nagy Kikinda felé folytatja útját, majd Nagy Becskerek és Pancsova következik. Végül az akció a tervek szerint október 27-én Budván ér véget. A korábbi Guinness rekordot egy japán futó tartotta, aki 52 nap alatt 52-szer teljesítette a maratoni távot.